Egyiptom után következik egy kis Törökország nyári Edittel és Alizzal. Sziasztok, lányok! Sziasztok! Ugyanis nemrég érkeztetek haza Ankarából, ahova meghívást kaptatok. Méghozzá mondjátok el ti, hogy hol jártatok. Így van, Ankarában jártunk a törökországi magyar nagykövetségen, a nagykövet úr külön meghívására, hiszen tavaly már decemberben szerepeltünk ott, és zenekarral tértünk vissza, és nagyon nagy élmény volt, 4 koncertet adtunk, és 22... Inkább magyar vagy angol nyelven énekeltek? Hát inkább... a magyaroknak ugye vittünk pár magyar dalt, amit nagyon örültek nekik, de... Többségében a magyarok voltak a nagykövetségen? Nem, hanem 22 országból érkeztek a nagykövetek, tehát több országból, de természetesen a magyarok is ott voltak, és hát nekik, mint Aliz említette, magyar dalokkal is készültünk, ami ott külföldön különösen megható tud lenni. A törökök egyébként is szeretik a magyarokat. Igen, a 150 év miatt, amit itt töltöttek. Igen, ráadásul. Ha jól tudom, egyébként ez a kép, itt ez Bartók Bélának a zongorája. Bartók Béla zongoráját. Mit keres Bartók Béla zongorája a Törökországban? Mert nem ez a kérdés megfogalmazott, hogy de tényleg. Hát Bartók Béla ugye, amikor kutatta a népdalokat, akkor egy hosszabb időt töltött itt. Törökországban élt akkor. Ezen a zongorán játszott. Igen, az ottani rezidencián ez volt a zongora. Milyen érzés volt hozzáérni a bőrét? Hát nagyon csodás, felemelő tényleg, volt, ez az egész egy ilyen örök rezidencia, ez egy ilyen nagyon felemelő érzés, és ahogy ők ott őrzik a magyar kultúrát, az igen, tényleg és csodás. Valójában az 66. évfordulája alkalmából hívtak minket, végül is a magyar kultúrának szenteltek pár napot, és hát ez is egy külön öröm volt számunkra, és igazán megtisztelő. És hát tényleg élményekkel gazdagan tértünk most haza. Hogy tetszett a török közlekedés? Elég kaotikus. Kaotikusnak mondható. Hát sikerült kicsit bepillantanunk ott a város forgatagába, a hagyományos török ételeket kipróbálni. Ettetek ilyen áztatott zsemlét is? Azt nem. Paradicsom szószom, ezért vissza kell térnünk. Megnevezhetetlen húsból készült pogácsát beleraknak. Ez a Simon Johnny. Alizevet. Szóval, hogy a bátor akkor. Igen, hát az édessége. Kicsit akkor körül is néztetek, ugye? Igen, hát kicsi időnk volt így a próbák közepette, és hát tényleg egy nagy élmény volt, és az, hogy hogyan fogadták a zenét, és hogyan értékelik a zenét, az egy külön élmény volt ott számunkra. Ugye a több országból érkező nagykövetek, amennyire, hogy a magyar kultúrára is, ahogy felnéznek a világban, az nekünk egy nagyon, nagyon nagy élmény. Jártatok már egy alkalommal a nagykövetségen, aztán elmentetek nyaralni Törökországba, aztán most visszatértetek a nagykövetségre. Igen. Mi a következő? Hát Isztambult meghódítjuk. Igen, amúgy tényleg november végére várnak minket vissza. Még hogyha ti elmondjátok, hogy magyarok vagytok, akkor rögtön azt mondják, hogy magyar iszlám. Igen, ez a szalag, hogy Attila az első, de igen. És a sár, még azt is. Az a szó. És az alma, ami hasonló náluk is. Hát igen, hatalmas élmény volt, és hát itthon pedig belevetettük magunkat a most a munkálatokban, és visszacsöppentük az itteni dolgokba, ami pedig a jövő hétre vonatkozik egy musical bemutatója, amire most gőzerővel készülünk, és hát nagyon-nagyon izgalmas, hiszen a Houdini varázslatos életéről jövő szól. Jövő hétre van bemutató. Igen. Kíváncsian várjuk, és majd biztos, hogy látunk titeket még karácsonyig, most viszont még egy dalt hoztatok nekünk. Igen. Nem sokára elénekeltek.